A már hagyománnyá vált múzeumok éjszakája programsorozatba, érdekes látnivalókat kínálva, az idén is bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A rossz időjárás ellenére sokan keresték fel a középkori várat és a múzeum tárlatait. Én azt gondolom, hogy minden ember más a hangulatot él meg egy nappali fényben, meg este. Így az épületeknek is más arca van, éjszakai megvilágításban. És ahogy ez a szlogenben benne van, hogy ez az éjszaka más, mint a többi, valóban más. Mindenki felszabadultabb, lazább. Azt gondolják, hogy szabadon, és nem veszik úgy észre azt az irányítást, vagy irányítottságot, mert az is lezserebb. Én ezt lehet látni, ezt a felszabadulást. A múzeum látogatókat. Nem kell csendben lenni, nem kell piszegni, lehet elmenni, lehet hozzányúlni. Van csak fényben szakmai vezetés, van sötétben gyertyafénnyel, és sorba állnak az emberek. Az Arazinda együttes török zenés műsora és a Ketel magyarjai lovasvég csoport harci bemutatója a középkor hangulatát idézte fel. Ez egy mikóházi baranta csapat a hegyközből. Amit láthattunk, ez egy rekonstruált honfoglaláskori harcművészeti bemutató volt. Persze lovak nélkül, mert tudjuk azt, hogy a honfoglaló magyarink túlnyomó részt könnyű lovas katonák voltak. Bemutatjuk azokat a jellegzetes fegyvereket, a lándzsát, a szabját, az íjat, és nem utolsó sorban az ostort is a harcművészeti bemutatóinkban. E jeles napon nyitotta meg kapuit a Vörös Torony étterem is, gasztronómiai különlegességeket kínálva a kalandtúra résztvevőinek. Hagyományokra, illetve ezekre a tapasztalatokra hagyatkozva állítottuk össze az étlapot. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban gyűjtöttük ezeket a recepteket, és ezeket ültettük át a mai kor konyha technológiájának, de megőrizve ezeket a hagyományokat és azokat az ízeket, amik a reneszánsz korra voltak jellemzőek.